minél rövidebb ellátási láncon keresztül kerüljenek be az alapanyagok, minél frissebben kerüljenek be a konyhákra. És többen kritizálták, hogy miért 600 forintos nyersanyagnormát, vagy 650-es nyersanyagnormát szabtunk meg, hogy miért ilyen sokból kell főzni. Azt gondolom, hogy a minőségi alapanyagból lehet minőségi ételt főzni. A minőségi magyar alapanyagoknak kell elsősorban bekerülni a konyhákra. Ennek egyik fontos tétele, ki kell fizetni, ennek ára van. Ugyanakkor az ételminőségét nem lehet összehasonlítani. A verseny legfontosabb célja az a képzés. Ennek a szegmensnek, a közétkeztetésnek, ami legjobban hiányzik az életéből, azok a fajta kurzusok, továbbképzések, képzések, amely a nyílt vendéglátóban rendszeresen zajlik, amit ott többször végeznek. És kifejezetten ugye Anna fogalmazta meg ezt nagyon jól, hogy az út a cél. Nem az a cél, hogy mindenki döntős legyen, az a cél, hogy járja végig velünk ezt az utat, a mentorokkal készüljön fel, alakítsa az ételét, és legyen napról napra jobb, hiszen a végső felhasználónak ez lesz az igazán hozzáadott érték.